Sziasztok, üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Egy Little Food Haul videót szeretnék nektek megmutatni. Ide le vannak már mellén pakolva a dolgok. Hát nem tudom, mennyire halljátok egyébként, de nagyon-nagyon esik az eső, és az akkor kezdett rá, amikor mi elindultunk bevásárolni. Ugye annak ellenére, hogy autóval szoktunk járni, így is sikerült teljesen szétáznunk, és meglehetősen hideg is van kint, úgyhogy ez az idei mondjuk az egyik legkellemetlenebb bevásárlásaink egyike volt, de igazság szerint a talált dolgok sem voltak olyanok, és nem is találtam mindent, amit szerettem volna, úgyhogy szerintem még ez is rádobott egy lapáttal. Rögtön mutatnám nektek itt ezt a hát Lidl-ben kapható pontokért kiváltható szakácskönyvet. Nekem eddig megvan minden évből, viszont őszintén megmondom, soha nem főztem belőlük, és ezt sem magamnak váltottam ki, hanem barátnőmnek, és mivel nekem már kijött az 5 pont, illetve már még plusz 3, így gondoltam, hogy kiváltom őket, aztán, hogyha valakinek a családban tetszik, akkor szintén tovább adom. Szerintem egyébként nem rosszak, hogyha valaki teljesen kezdőként áll neki a főzésnek, a többiben is vannak jó kis alapok, viszont nekem nem túl izgalmasak ilyen szempontból, úgyhogy annyira nem szoktam forgatni egyiket sem, azt hiszem talán egy receptet sem készítettem belőlük. Azt hiszem 3 van itthon, legalább 3 biztosan, úgyhogy ezt pedig Emese barátnőmnek fogom adni. Úgyhogy mindjárt felcuccolom az egyik táskát, és akkor meg is kezdem, hogy miket vásároltunk. Kezdeném rögtön a legnagyobb és a legnehezebb táskával, egy kicsit még vizes, esős a felszínük, de azt hiszem nincs ebben legalábbis olyan, aminek árthatott volna. Amiben péksüti vagy kenyérféleség volt, azokat levédtem a ruhámmal. Van itt néhány tasak, ilyen mandula őrlemény, amit én mézes kalács sütéshez fogok felhasználni. Ezt a receptet a napokban fogjátok is látni a csatornán. Hát már idén 2-3-szor elkészítettem, és akkor gondoltam, hogy most már olyan szintre jutott a recept, hogy meg tudom nektek mutatni videó formájában, és mivel még elég sok receptet akarok a karácsonyi videós repertoáromban előadni, így tojás is van itt 20 darab. Van elszórva egy-egy kefír, tudjátok, ezt a változatot szeretjük a legjobban, úgyhogy már rengetegszer láthatátok a csatornán, semmi izgi, semmi extra. Itt van a tojásoknak a másik fele. Hoztam néhány csomag tésztát, mert én egyszerre szoktam többet venni, és most fogyott el az utolsó ilyen eper levél, és gondoltam, hogy hát legyen itthon, mert karácsony környékén biztosan fogok húslevest készíteni. Hoztam betűtésztát is, még soha az életemben nem vettem betűtésztát. Nálunk így, ahol én nőttem fel, nem kimondottan volt divat ez a betűtésztás paradicsomleves, sőt a paradicsomlevest sem szeretem különösképpen. Itt 15-6 évesen a menzán ettem először, és hát megmondom őszintén, nekem nem lett életem legnagyobb kedvence, és egyébként itt ül mellettem Luna. Ezt csak azért mutatom meg, mert nagyon kedves és türelmes tészek, és úgy különösképpen, hogyha nem csörgetem és nem ilyen felhívóan pakolom ide ezeket a dolgokat, akkor nem is jön ide. De hogyha megnyomkodnám a tetejét például a betűtésztának, akkor lehet, hogy arra gondolna, hogy az övé, és akkor esetleg ide jönne megszaglászni, de nem különösképpen szokott így az asztal közelébe jönni, vagy a rajta lévő dolgokat bántani. Csak azért mondtam, hogy megemlítem, hogy amúgy, ha véletlen bele lógna a kis mancsocskája, akkor azért van, mert itt fekszik a kanapé szélén. Még több random kefír, ami itt van a tetején. Van még egy tészta, ez eperlevél. Én egyet így el szoktam felezni az 5 literes főzéshez, és akkor annyit szoktam általában belerakni. Az nekem olyan tökéletes arány így az 5 literhez. Nem szeretem, hogyha nagyon tésztás, de az sem, hogyha nagyon ritka lenne. Itt van egy mascarpone, ebből 2 is hoztam. Akarok készíteni egy tejkaramellás, kicsit ünnepi karácsonyos tiramisút. Ehhez lesz majd itt valahol babapiskóta is. És majd videóformájában is fogjátok látni. Van itt ilyen egyszerű mazsola. Ezt majd be kell láztatni, mert elég szottyosak, szárazak, nem tudom mennyire látjátok, hogy milyen masszív ez a zacskó, de ez egy különlegesebb bejgli recepthez kell nekem. Van itt kexmorzsa, szintén ilyen, hoppá, ez teljesen leesett, úgyhogy gyorsan megmentjük, még mielőtt macska áldozattá válna.
Szóval azért van itt ez a kis kexmorzsa, mert szintén sütikhez kell, akarok készíteni gesztenyés, és egy másik ízű diós beiglit is. Nagyon tetszik idén most az a tészta, amit úgymond kikísérleteztem, és ahhoz is hoztam még több alapanyagot, hogy tudjak még készíteni videót, illetve későbbiekben ugye magunknak is majd az ünnepi szezonra beiglit. Van itt egy szerna metélt, akarok készíteni egy ilyen varga bélest, öcsém ezt kérte, hogy nagyon kíváncsi rá, hogy mégis milyen lehet, és akkor ahhoz kell cérna metélt. Van itt azt hiszem 4 csomagnyi, ha minden igaz, ilyen 250 g-os gesztenyemassza, ezt már nem is fogom berakni a fogyasztóba, mert amúgy ez ilyen gyors fogyasztott, tehát teljesen masszív és szilárd. Ezt ma már szerintem nem fogom tudni felhasználni, nem fog kiengedni addigra, meddigre nekem kellene, úgyhogy csak átrakom a szimpla hűtőbe, viszont holnapra ott nagyon szépen és lassan ki fog tudni olvadni, és fogok tudni belőle finom gesztenyés beiglit készíteni. Hát ebben a táskában már ilyen nem túl izgalmas dolgok vannak. Összesen vettem 4 kilónyi lisztet, ilyen egyszerű finom lisztet. Van itt egy tejföl, és 4 csomagnyi ilyen édes savanyú van. Az egyik ananászos, a másik pedig ilyen mártás elnevezésű. Gondoltam, hogy legyen itthon, ezért az ilyeneket szeretem, amit csak tudjátok, is szekrénybe vagy polcra lehet rakni, tehát nem a hűtőben foglalja a helyet, és akkor bármikor össze lehet belőle valami gyors kaját dobni. Ez pedig egy zsemle morzsa, mert ma szeretnék készíteni rántott húst. Hát túl sok húsfélét nem vettem, összesen 1 kg csirkemellfilét hoztam. Eléggé le voltak fosztva a hűtők, és nem is akarom most elirakni a mi fogyasztónkat, mert említettem nektek, hogy ilyen nagy kitisztogatásokban vagyok, hogy minden, ami régebbi, azért azok legyenek elfogyasztva, elhasználva, és akkor most nem akarom telítölteni ilyen raktározási címszóval. Úgyhogy ebben ennyi lett volna, le is pakolom, ezeket hátratologatom, és mutatom a következő táskát. Az egyik vászon táskában nem túl sok minden lapult, 4 darab ilyen vekni kenyér, amit általában a Lidl-ben most a legjobban szeretünk, úgyhogy ez nekünk megfelel. Kenyérgyanánt, van itt egy póri hagyma, erre járt egy 100 forintnyi kedvezmény a Lidl kártyával. Hoztam réteslapot a varga béleshez, és hoztam 4 darab vaníliás pudingport, csak hogy legyen itthon, mert ottkor elhasználtam egy-egy tasakkal, és gondoltam, hogy majd a... Hát van egy ilyen cukrászdobozom, amiben mindenféle alapanyag, színezék, szórócukor, vaníliászukor, vaníliarúd, hát tudjátok, ilyen kis finomságok vannak, és akkor abban szoktam az ilyeneket tárolni, és az volt az utolsó, amit kivettem, és akkor ilyenkor szeretem úgymond visszapótolni az egészet, hogy esetlegesen, hogyha valamikor neki kezdenék egy sütés-főzésnek, és mondjuk hiányozna, akkor elég kellemetlenül tudna érinteni, hogy azt hittem, hogy van, és közben nem. Úgyhogy mindig jó, hogyha az ilyen egyszerűbb és ilyen alapanyagokból több van itthon, úgyhogy ebben nem túl sok minden volt, és ahogy említettem, alapvetően a vásárlás sem lesz egy ilyen kimagaslóan óriási darab, viszont ahhoz képest meglehetősen sokba került minden, elég látványosan felmentek az árak. Nagyjából ugyanannyit vásároltunk, mint mondjuk év elején, és ahhoz képest pedig majdnem 10 000 forinttal többet fizettünk. Természetesen azért év elején nem vettünk feltétlenül, majd látni fogjátok, 2 csomag diót, ami rögtön 2 000 forint. Nem szokásom gesztenye, hát ilyen masszát venni, ami szintén azért meg tudja dobni a dolgokat, de így az apróságokon is észrevehető, hogy sokat drágult, úgyhogy hát... Elég szomorú dolog, hogy főleg így az ünnepi szezonban, hogy ennyit kell otthagyni a boltban egy viszonylag kevés mennyiségért, de hát ezen nem igazán lehet mit változtatni. Én pedig nem vagyok ilyen, aki szeret minden boltba beugrani egy-egy akciós darabért, úgyhogy majd még erre ki kell találnom valami megfelelő spórolási technikát. Ezt a táskát is csak gyorsan megmutatom, mert összesen 6 liter tej van benne. Hát, hogy 3-4 napja már nincs itthon tej, úgyhogy kávét sem ittunk. Miután én befejeztem itt a videózást, biztosan az lesz az első, hogy készítsek egy finom kávét, mert rendeltem a Nespresso-tól ilyen karácsonyi kiadású változatokat, és akkor abból az egyik nekem nagyon tetszik, tehát ugye 3 napja nem igazán tudtam belőle inni. Persze el lehetett volna menni venni gyorsan egy tejet, de nem is akartunk
most ezzel így foglalatoskodni, és amúgy kávé nélkül is teljesen jól megvagyunk, viszont amúgy szeretem, mint itóka. Van itt egy jégcsapretek, és ő mondta, hogy hozzak már egyet, mert megtetszett neki. Hát pár száz forintos zöldségről van szó, úgyhogy szoktuk szeretni, főleg így a hűvösebb téli hónapokban, úgyhogy látjátok, igazából ilyen alap dolgokat hoztunk egy-egy kisebb extrával, de nem ilyen nagyon speciális, vagy nagyon különleges dolgok teszik itt a vásárlásunknak a nagy részét. Ezért is mondtam, hogy kicsit meglettek az árak. Van itt egy ilyen kis érdekesség, ezt így régebben is mutattam már nektek többször. Ez nem más, mint ilyen, hát egy ilyen érdekes zsákban lévő, nagyon általában jó minőségű üdítőt magában foglaló, hát egy kartondoboz, nem tudom jobban elmondani nektek. Azt így a közvetlenül gyümölcsből préssel, gyümölcslé, gyümölcstartom 100%, és ez egy alma őszi barack csipke vagyok. Hát szeretem az őszi barackos dolgokat, és amúgy a színe is pont olyan, amit én nagyon kedvelek, de ugye azért tudjuk, hogy nagyjából 95%-ban alma lesz, na jó, 80%-ban. És hát kíváncsi vagyok amúgy, hogy ez milyen lesz. Szeretjük berakni ezt a hűtőbe. Alapvetően is azt hiszem, hogyha kibontottuk, akkor a hűtőben kell tárolni. De nem vagyok benne 100%-ig biztos. Fogyasztás előtt felrázandó. Hát ez tuti. Nem tudom, én úgy tudom, hogy a hűtőbe be kell rakni. Most mi is úgy szoktunk vele eljárni. Úgyhogy tudom nektek ezt javasolni, hogyha esetlegesen hetekig fogyasztható. Na, hát akkor lehet, hogy nem is kell berakni, gyerekek. Na. Légmentesen zár, szóval nyugodtan lehet ezek szerint egy átlagos kamrában, vagy itt ott tart, hogy mindegy, csak oda megmutatom, ez egy kicsit ilyen speciálisabb, szeretjük, almásat is vettünk már, és az is nagyon finom volt régebben, volt ilyen homoktövises, az is jó volt, úgyhogy csak azért gondoltam, hogy 1500 forint, más helyen pedig ezek a hasonló kiszerelésű változatok, majdnem 3000 forint, és akkor azért 1000 forint per liter, mert ugye 3 liter van benne, az azért már ugye az eléggé súlyos és magas kategória, azt azért én sem szoktam erőltetni. Van itt az a csirkemell filé, amit ugye említettem, hogy ennyi húst hoztam ilyen nyers hús formájában, mert azért lesz itt egy-két felvágott, rögtön ebben a táskában vannak, itt van a szomsonka, amit javasoltam nektek is, mert tök jó, magas hústartalom, itt a morvasonka, amit szintén javasoltam nektek egy kis hagyma héjjal a tetején. Hát, megpróbáltam összeírni, úgyhogy mire van szükségem, de most, ahogy így ezeket kimondom nektek, hogy hagymahíj, akkor rájövök, hogy nem hoztam olyan fajta hagymát, amilyet szerettem volna, csak egy típusút. A kisebb kocsival mentünk bevásárolni, tehát így a tologatós kocsival, és az már teli volt, utána úgy döntöttünk, hogy akkor, ami nem fért bele, biztosan nem annyira nagyon fontos dolog, úgyhogy azokat így nem vettük meg, majd a héten lehet, hogyha lesz időm, akkor elugrom. Hoztam egy ilyen reszelt, vagy hát, hogy mondják ezt, kókuszreszeléket, nem reszelt kókuszt, ó, Istenem. Na mindegy, úgyhogy egy kókuszreszeléket, az majd egy kozák sapka nevezetű sütihez kell, gondolom mindannyian ismeritek. Hoztam néhány kicsit esővel átitatott ilyen, hát kandírozott témát, nem tudom egyébként, hogy ezt minek lehetne nevezni, ilyen kis megyszerűségek vannak benne, vagy valami ilyen cseri keresznye. Van itt ilyen citrusos típus. Sajnos narancs és citrom most nem volt, úgyhogy ezzel kellett beírnem, majd kell az egyik beírlis témámhoz. Van itt egy egyszerű sütőpor, szintén a sütögetéshez, van itt egy caciki, az csak így gyorsan fogyasztásra. Itt vannak a tejszínek, ebből négyet is hoztam, mert ugye kelleni fog a bejglihez is, kelleni fog majd a tiramisuhoz is, mert ez most nem egy tojásos változat lesz, annak ellenére, hogy olyan is van a csatornámon, de tudom, hogy sokan nem szeretik, és hát akkor gondoltam, hogy egy olyan alternatívát mutatok, amit bárki könnyedén el tud készíteni, és akkor akár, hogyha majd az alkohol részét kihagyja, akkor gyerekeknek is szívesen is bátran tudja majd adni. Van itt két tejcsokoládé, szintén a sütögetési receptekhez van. És valahol még két fehér csokoládé is lesz. Itt van 1 kg túró, mert ez még így jön magával, még csak 1 kg. Ez a Varga Béleshez kell. Van itt egy biocitrom, aminek a héját bátran tudjuk használni a sütikbe, limonádékba, teákba, bármilyenhez hasonlóba, csak ez is megindult a föld felé.
narancsot is hoztam, most éppen akciós volt a bionarancs, tehát nem 1000 forint, hanem azt hiszem 600, úgyhogy ez egy baráti bazára. Van itt három csomag ilyen snack csemege kolbász, ilyet mi előtte még nem láttunk, szoktunk venni snack kolbász, de ezt a típust még nem láttuk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, úgyhogy azért hoztunk belőle többet, hogyha esetlegesen nagyon megtetszene nekünk, akkor legyen itthon bőven. Ha minden igaz, akkor ebben ez a két utolsó fagyasztott termék van, egy 1 kilós kukorica és egy 1 kilós sárga hüvelyű zöldbab, amiből ma majd zöldbab főzeléket szeretnék főzni, azt nagyon-nagyon szeretjük, és abból általában jó sokat szoktam készíteni, és akkor 2-3 napig is finom, és megmelegítve így a tűzön is jól lehet fogyasztani, úgyhogy az nem szokott ilyen minőségbeli romláson átesni, mint például a tészta ételek, amiket ugye annyira nem kedvelek, főleg nem melegítés után, úgyhogy én inkább a főzelékeket szoktam általában pártolni, és hogyha minden igaz, akkor már csak ez a két utolsó táska van, és a kosárban pedig nem túl sok minden, úgyhogy akkor először megmutatom azt. Ezt a kis kukát a Tesco-ban vettük, 2200 forint, majd a fürdőszobába szeretnénk rakni, mert a másik az már nagyon-nagyon régi és elég rossz állapotban van. És az a lényeg, hogy ez egy ilyen szépen csukódó változat, és 2200 forintért szerintem elég király. A belső ilyen műanyag része kiemelhető belőle, úgyhogy jól tisztítható szerintem. Hát nem mondom, hogy a legdizájnosabb darab így ever, de arra, amire nekünk kell, illetve egy ilyen kis függönyös téma mögött van, ott nem különösebben lesz zavaró, és annál, ami van, annál biztosan, hogy mérföldekkel jobb lesz. Gondolkodtunk, hogy kettőt hozunk, mert a WC-nél is van egy ugye a cica alom miatt is, illetve hát mi is beledobhatunk bármit, és akkor gondoltam, hogy az is egy kicsit ilyen egységesebb legyen, szebb legyen, de utána úgy döntöttünk, hogy megnézzük ezt, hogy mennyire jó a méret, meg minden ehhez hasonló. Itt van a bio narancs, aminek ugye említettem, hogy nyugodtan lehet használni a héját is a sütikhez. Van itt egy egyszerű virágméz, 1800 forint, és hát, hogyha ti jobban szeretitek a termelői mézet, akkor a mézes kalács témákhoz majd nyugodtan fogtok tudni olyasmit használni. Én ezzel is teljesen elégedett vagyok, és ha jól tudom, el is lehet rajta olvasni, hogy a méz az Magyarországról származik, de magyar termelői eredet ellenőrzéshez olvassa le. Most bocsánat, de itt a QR kód nem szeretné, hogy ráfókuszáltam az orrommal, ott írja magyar méz ez is. Úgyhogy, ha valakit esetleg megzavart volna a méz téma, itt egy luna. És hoztam egy kevés paprikát is, mert egész jó áron lehetett kapni ezt a kimérős típust. Van itt egy-egy ilyen kis, tudjátok, sajtos hangáskorászán, és ha minden igaz, akkor ez a táska már teljesen üres, és akkor mindjárt mutatom nektek az utolsót, amiben gőzöm sincs, hogy mi van, de talán még így a sütögetéshez egy-két alapanyag, marcipán, hagymafélék, kakaó és egy luncika. Szia! Mi az? Jó. Ez az utolsó. Jó? Átjöttem ide a hát az ebédlő asztal fölött lévő lámpához, amit amúgy annyira nem szeretünk, csak a videók miatt szoktam felkapcsolni. Amúgy meg tudjátok nézni, milyen jól csillognak a körmeim. Ez egy különleges alma. Nagyon olyan típusú, amit én szeretek, az a neve, hogy ambrózia. Egy jó, kemény húsú, nagyon leves, egy nagyon-nagyon roppanó, kicsit hasonlít a Pink Lady-re. Mind a kettőt szeretem, és hogyha almáról van szó, akkor szívesen szoktam belőlük vásárolni. Van itt egy kakaó, hogy ha a kozák sapkát, vagy kókuszgolyót, vagy bármilyenhez hasonlót szeretnék készíteni, akkor legyen itthon. Van egy megbontott, tehát abban nincs olyan rengeteg. Van itt egy nagy csomag fehér hagyma, és akkor mondtam, ugye, hogy szerettem volna vörös hagymát is, de arra már nem jutott hely a tologatós kocsinkban. Van itt két csomag dió, akarok még zserbót, illetve szeretnék még egy ilyen különleges bejgli receptet is majd készíteni, amihez majd az ott látható marcipánt is fogjuk használni. Van itt fehér csokoládé, ami mousse tortához fog nekem kelleni, és van itt 4 darab vaj. Hát nem tudom, hogy eddig is a vajnak az ára az 799 forint volt-e, de a lényeg, hogy most biztosan 799 forint, úgyhogy nem olyan olcsó, úgyhogy érdemes lesz ebből esetleg az akciókat figyelni,
úgyhogy ez most így a sütögetős szekcióhoz kell. Van még itt ugye két darab, vagyis hát három darab, mert amott még csak egyet tudtam nektek megmutatni, gesztenye. Massa, ugye összesen 1 kg, a beiglihez ebből kettőt fogok most a videók miatt felhasználni, utána a másik kettőt majd a valós saját karácsonyi ünnepi készülődésünkön fogom elkészíteni, és hogy nehogy esetleg kifussunk belőle, vagy mit tudom én, karácsonykor lehet, hogy nagyon viszik, most rengeteg volt, úgyhogy biztosan lehetett ugye a napokban belőle vásárolni. Van itt egy ilyen lurpak vaj, ami a hűtőben, ha kiveszitek, akkor is jól kenegethető, hogyha valaki szereti a vajas pirítóst, vagy ezeket a dolgokat. Van itt egy füstölt bacon szalonna. Ezt csak úgy hoztam, mert látjátok, hogy nincs más húsfélém, amit esetleg be lehetne vele vonni, de én szoktam ilyen reggelihez is felhasználni, tudjátok, ilyen tojással, meg ezzel, azzal, amazzal. Itt a marcipán, ilyen van itthon még, de ugye mondtam, hogy kell a beiglis recepthez is, úgyhogy még láttam, hogy lehet kapni, itt nem is olyan szörnyen drága az ára, úgyhogy hoztam belőle még egy darabot, de valószínűleg még így az ünnepi időszakban is fogok belőle vásárolni, és hogyha minden igaz, akkor az utolsó termék, amit itt láthattok, az babapiskóta, ugye az említett tejkaramellás, kicsit ünnepi, karácsonyi tiramisu témához. Úgyhogy ennyi lett volna a bevásárlásunk. Most nem is tudom nektek azt mondani, hogy esetlegesen a sok húsféle az, ami nagyon megdobta volna a számlát. Természetesen a vajakat ugye említettem, 800 forint a darabja. A gesztenye az is szintén ilyen 600-700 forint. A dió 999, az ott látható mandula 799, de úgy az az ital, ami ott van hátul, az ilyen 1590, de úgy különösképpen szerintem, most egy hagyma van itt, ilyen olcsó, egyszerű paradicsom passata, ez is egy olcsó kex, jó, a hagymáról is jött le egy kis kedvezmény, tehát sem a nagy görög joghurtom nincs itt, sem különös nagy édességek nincsenek itt, ezek a tejcsokik és étcsokik sem drágák, 200 valamennyi forintba kerül darabja, úgyhogy az összes csoki kínálat, amit itt láttok, 1000 forint alatt van, úgyhogy hát igen, ez azért nem egy akkora mennyiség, mint amit néha évekkel ezelőtt, vagy akár egy évvel ezelőtt hazahortunk a Lidlből, és akkor mutattam nektek, hogy mit tudom én, fizettem 33 ezer forintot, de azért jóval nagyobb kupacért, és tudjátok, hogy a húsokból is általában többet szoktam hazahozni, és hát most ilyen 40-42-3 ezer forint lett a végösszeg. Átnéztem, mert ugye már többször futottam bele, hogy egyes tételek kétszer szerepelnek rajta, vagy pedig ilyen elütések. Most is volt elütés, bár saját magát javította, hirtelen beugrott a narancsból 3 is, utána ugye az a 2 sztornózva lett rögtön. Na bocsánat, terület közben a tárhely, úgyhogy kitöröltem egy-egy régebbi videót a telefonról. Úgyhogy ott tartottam, hogy a narancsból is 3 volt benne, de azt javított a saját magától, úgyhogy érdemes mindig megnézni. Főleg azért abban az esetben, hogy egyrészt ilyen irreálisan nagynak tűnik a számla, még akkor is amúgy, hogyha valós lesz a végeredmény, illetve hogyha nagyon sok tételt vennétek, és azért, hogy nehéz közben ellenőrizni, a kocsiba bepakolni, meg minden ehhez hasonló, úgyhogy igazából még csak ennyit szerettem volna nektek, illetve elköszönni tőletek. Kíváncsi vagyok, hogy ti, hogy álltok így a karácsonyi vásárlással, van-e valami tippjetek, hogy esetleg mit, hol, mikor érdemes beszerezni, tudtok-e valami jó kis akcióról, akár tényleg ilyen húsfronton, vagy a sütikhez való alapanyagokról, legyen az méz, dió, tudjátok, amiket így a legtöbb háztartásban ilyenkor előszeretettel szoktak venni és felhasználni, hát ha tudunk ezzel egymásnak segíteni, hogyha én majd így a hetekben fogok látni bármi megfelelő, és szerintem jó pofa akciót, vagy olyasmit, ami titeket is érdekel, akkor a Tündérkert csoportban, vagy pedig az Insta sztorimban fogjátok őket megtalálni. Szóval, hogyha titeket az ilyesmi esetleg érdekel, akkor lépjetek be a csoportba, ez zárt csoport egyébként, vagy pedig az Instagram oldalamat azt megtaláljátok, az nem zárt, úgyhogy azt nyugodtan meg lehet bárki számára tekinteni. Úgyhogy ennyit szerettem volna nektek. Most elpakolunk közösen, mert egyszer kérdezte valaki,
más, hogy én szoktam egyedül elpakolni. Természetesen nem, úgyhogy mindig együtt szoktunk elpakolni. Van, hogy egyébként meg én nem, mert mondjuk akkor én is vagyok, de a többiek elpakolnak helyettem, illetve kávét is akarok még készíteni magunknak. És akkor utána neki is kezdek valószínűleg egy kis videós témának, illetve fogok is feltölteni a csatornára, ha minden igaz, akkor egy pogácsa receptet. Mama pogácsa receptje szerintem nagyon fog nektek is tetszeni, én is nagyon-nagyon szeretem, és hát legalább 30 éve, amióta létezem, ez a pogácsa recept is biztosan, hogy létezik, de lehet, hogy van az már sokkal, de sokkal több is, úgyhogy remélem szeretettel fogjátok fogadni, úgyhogy most már megyek is, köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a food haul videót, és ha bármiféle extra infótok van, akkor a komment szekcióba várjuk, várom mindannyian, úgyhogy addig is jó és kellemes ünnepi készülődést nektek, tudjátok, hamarosan jövök, de addig is sziasztok, és hát csillogó körmök, tényleg elég jó csillogó.